144 fővel, három ütemben érkeztek a gyulai vízügyesek északnyugat Magyarországra, ahol bőven akadt tennivaló a közelgő árhullám érkezése előtt. A kövizik szakemberei a Lajtától egészen Dömösig, vagyis a Duna kanyarig egy elég hosszú szakaszon teljesítenek szolgálatot. A gyulai vízügyesek védelmi anyagokat szállítottak Győrből Esztergomba, Dunaalmásnál vízelvezető árkot ástak, a különböző helyszínekre nem kevesebb, mint 400 ezer homokzsákot vittek. A vízrajzi mérőcsoport a Mosoni Dunán méri a vízhozamot, Esztergomnál pedig a parapet fal bevédésében közreműködtek. Lúci Gergely igazgatót telefonon Esztergom térségében értük utol kedd délután. Amit eddig tapasztaltunk, az teljesen pozitív. Hál' Istennek most már az idő is megjavult annyira, hogy tulajdonképpen ideális munkakörülmények vannak. Akinek esetleg szüksége volt még otthonról valamire, azt mi most elhoztuk nekik, és tervezünk is, hogy 2-3 naponta csinálunk egy ilyen költ. Amit tudunk, hogy péntek, szombat körül lesz a Duna tetőzése azokon a helyeken, ahol a kollégáink vannak, a kövizi munkatársai, ahol vannak, és hát nyilván a tetőzés követően egy lassú apadás, ami várható, tehát nyilván nem a tetőzéskor fognak hazajönni a hölgyek és urak, úgyhogy várhatóan a jövő hét közepén biztos szükség lesz ránk. A dunai védekezés segíti, hogy a keleti ország részben nincs árvízveszély, a Körösök vízgyűjtő területén továbbra sem kell árhullámmal számolni.